És most következik az est, talán az egész világkupa fénypontja, Cseh László búcsúztatása, egy igazi legendájától, történelmi nagy alakjától búcsúzik a magyar úszósport, és azt hiszem, hogy a világ úszósportja. Számos, korábban nem látott, és talán soha nem látható teljesítmény Cseh László majd 2 évtizedes profi pályafutása mögött. A 2 világbajnoki cím, amelyek között 1 évtized telik el sokaknak az úszósportban, nincs is 1 évtizednyi karrierjük. Laci meg világbajnok tudott lenni ilyen különbséggel. 8 VB-n nyert egymás után érmet, amire szintén nem volt még példa korábban, és könnyen lehet, hogy nem is lesz soha. És hát az, ami ilyen örömöt nekünk adott az elmúlt 2 évtizedben, a versenyzésével, a személyiségével, a hozzáállásával, azzal a magas színvonallal, amit szüntelenül képviselt, ez felejthetetlen. Talán Cseh László pályafutása, nem tudom, Anna, te még talán túl fiatal vagy, hogy visszaemlékezz arra, hogy hosszú-hosszú ideig szurkolóként igazából csak az aranyérmeket értékelte a magyar drukker. Talán Cseh László pályafutása is segített abban, hogy az elmúlt évtizedekben ebből a szempontból a szurkolók is előre léptek, és az ezüstöket, bronzokat, helyezéseket és egyre magasabb polcra, egyre nagyobb megtiszteltetésnek, vagy hát eredménynek tekintve értékelik. Hiszen azért Laci mindig újra és újra harcba szállt, hogy egy verhetetlen földön kívülit elkapjon, ami végül nem sikerült neki. De mindig mindenkinek óriási kedvence marad. Emlékezhetünk azokra az évekre, a 2000-es évek elején, amikor hosszú ideig szinte egyedül tartotta, úgymond az esernyőt a magyar úszósport fölött, ahogy mondani szokták, és egyetlen rövid pályás világversenyt, hogy semmilyen más nem hagyott ki, hogy mindig tudja szállítani az érmeket, az eredményeket, a sikereket az úszósport számára. A Magyar Úszószövetség elnöke, az olimpiai bajnok Ladár Sándor köszönti ezzel a képpel, ami ott mögötte is nagyban látható, egy fotomontázs a pályafutásáról, a kezdetektől, az első 2002-es berlini Európa-bajnokságtól egészen a tokiói olimpiáig. És nem tudom, látják a nézők, hogy egy borotva is szerepel a képkockák között, ami Lacinak az ikonikus kopasz fejétele próbálja szimbolizálni, hogy enélkül nem tehetett el versenyt. 4-szeres olimpiai ezüstérmesként, 2-szeres világbajnokként zárja kivételes pályafutását. És ő a bizonyság arra, hogy nem csak az olimpiai bajnokok lehetnek a legnagyobbak. Tekintsük vissza erre a 2 évtizedes felejthetetlen pályafutásra. Hogy nagyon sok embernek ugye évek óta én jelentettem az úszósportba egy ilyen állandóságot, és ők is érezték azt, hogy ez tényleg az utolsó lesz. 2 alkalommal emlékszem, amikor azt mondta, hogy apa, ne menjünk edzésre. Egyszer beteg is lett utána, és egyszer pedig itthon reggeli kelésnél voltak ilyen dilemmák. Mindenki mondta, menj, fölfeküdjélek, kisfiam, megyek dolgozni, szemsz. És 5 perc múlva azért lejött, hogy akkor menjünk. 4 éves koromban ő vitte el először leúszni az a Spartakusz úszodába. Az volt a cél, hogy megtanítson úszni, és hát ott maradtam, mert tehetségesnek is jó ment az úszás. Jól esik, hogy Darnyhoz hasonlítanak, mert azért ő nagyon nagy úszó volt. Szeretnék egyszer nagyon eredményes lenni, mint ő. Próbálkoztam még focival, kosárlabdával, de sehol nem éreztem magam annyira jól, mint a medencében az úszodában. Úgyhogy valahogy ez így alakult ki, meg én is azt éreztem, hogy nekem itt a helyem, és itt kell maradni. És ez pedig Cseh László, kérem szépen. Jól nézzék meg, sokat fogjuk látni. Európa bajnok Cseh László, új Európa csúccsal, bravo, bravo, bravo! Világbajnok, új világcsúccsal, és Cseh László a második. Természetesen vegyes, ez azért kell egy pillangó hát, mert gyors. Tehát megy így minden, csak a hát a legjobb ezek közül. Európa bajnok, Cseh László, Magyarország, 100 háton! Cseh László világbajnoki címet szerez 400 vegyesen. Egyszerűen
verhetetlen Európában, sőt világszerte Cselászló! Aki előtt olimpiai bajnokok, világbajnokok, az egész világ tisztelget 20 éves pályafutása alatt. Vegyes váltott, és úgy volt, hogy minden 25 méteren valaki más fog úszni. Az volt a terv, hogy az első 25-ön az a bizonyos Chad Le Clos lesz majd az ellenfeled, de Chad sajnos most nem tud itt lenni, mert sérült, viszont természetesen küldött neked egy üzenetet, úgyhogy nézzük meg ezt is. Hey Laci, Chad, firstly, apologies not going to be here for your final race. Mate, your career has been a legendary career. You know, you've been an inspiration to me, to many swimmers around the world, but very special to me. You know, I watched you train back in 2009, 2010 when you were swimming with Graham at Lai Park. And, you know, over the years we grew to be good friends, good rivals in and out the pool. But for me, what makes you special is, you know, you were always humble outside the pool and you treated the kids right. And for me, I will never forget that. So on behalf of the Le Clos family, myself and all the swimmers, I want to thank you for everything you've done for swimming. We love you lots and have a great retirement, my friend. God bless. Chad Le Clos, egy régi barát. Laci, most arra szeretném kérni, hogy azt nem várj tőled, hogy a legszebb öltönyödben úszál, úgyhogy szaladj ki, öltözz át gyorsan. Van rajta fürdőnadrág, de hát gondolod, itt is nevet közhez, de ha gondolod, akkor szaladj ki nyugodtan. És viszont el kell döntenünk, hogy ki fog Chad Le Clos helyett úszni. Nyilvánvalóan itt mindenki tud 25 méter pillangot úszni. Úgyhogy most ebből a kis pixisből kisorsoljuk, hogy a hanyas széken ülő kedves nézőnk fogja majd leúszni ezt a 25 méter, és megkérem, hogy jöjjön is le. Nos, kérem szépen, a szerencsés a DA3J szektorban ül, a hatodik sor egyes széken. Megkérem, tehát a DA3J hatodik sor egyes széken ülőt, hogy jöjjön le. Igen, az a, hát úgy, igen. Úgy látom, ott is kell majd egy kis átöltözés, de se baj. Köszönöm szépen, megkérem tehát, hogy jöjjön le ide közé. És ugye, ahogy említettem, ezt a bizonyos 25 méter mindig valaki más fogja leúszni, de az, hogy ki lesz az ellenfél az egyes 25 métereken, az Cseh Laci számára is legyen egyelőre meglepetés. Cseh, tehát sajnos nincs itt, de érkezik pillanatokon belül valaki, aki hát reméljük, hogy le fog tudni úszni majd 25 métert pillangon, hát valahogy majd beissza magát a célba, majd nem tudom, hogy mi fog vele történni. Remélem, hogy le fog tudni jönni, és le fogják engedni. Lacikám, akkor maradsz az öltönyben, vagy te is kíváncsi vagy, hogy ki fogja úszni ezt? Kíváncsi vagyok, hát nem tudtam, hogy ilyen meglepetés versenytársaim lesznek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki van a maszk mögött. Abszolút, abszolút erről van szó egyébként. Meg akartam tőled kérdezni, hogy erre a versenyre speciál hogy készültél? Hát mentálisan. Sok horgászással? Hát nem, sajnos sok horgászás nem volt. Én úgy gondoltam, hogy ennyit talán még le tudok úszni, de azt gondolom, hogy ilyen közönség előtt, ha belefulladok a medencébe, akkor is leúszom a 4 darab 25-öt. Akkor, na nézzük csak, szaszták a fülemre, hogy érkezik az, aki le fogja úszni ezt a 4-szer, vagy ezt a 25-öt pillangon. Nagyon rejtélyesen be van öltözve az illető. Ki lehet ez? Hát
Hát van egy tippem, nem akarok ilyet csinálni magamból, úgyhogy megnézem, hogy ki van a maszk mögött majd. Igen. Hát akkor, hölgyeim és uraim, akkor leplezzük le, hogy ki ült teljesen véletlenül azon a széken. Hát, nem tudom. Még mindig nem? De van egy sejtésem, szerintem Bernek Péter. Hölgyeim és uraim, az első ellenfél tehát Bernek Péter! Amíg ők átöltöznek, addig hadd mutassam be a startet. Nyilvánvalóan Cseh László életében voltak fontos emberek, sok fontos ember. Volt egy edzője, aki hosszú éveken keresztül tanította őt, és aki a versenyzői pályafutásának az utolsó éveiben is vele volt többek között Tokióban. Úgyhogy ennek a különleges versenynek a startere Plamányi Zsolt! Természetesen megadjuk a módját ennek a versenynek. Azt hiszem, hogy egyetlen egy dolog nem lesz majd ezen a 4x25 méteren, időmérés, mert arra egyáltalában nem lesz majd szükség. Úgyhogy a Peti és Cseh Laci átöltöztek, vagy levetkőztek, hiszen teljesen véletlenül tudták, hogy úszniuk kell, akkor várom őket ide-vissza. Természetesen Cseh László fog úszni majd a 4-es pályán, és Bernek Péter az 5-ösön, és a hát ahogy szokták mondani, ebből a távolságban el lehet látni, és hogy Cseh Laci mondta, hogy hát ezt azért még csak le fogja tudni úszni. Azt gondolom, hogy leszünk itt sokan, akik segítünk neki ebben, hogyha kéne, de hát ne lepődjünk meg, azt hiszem, hogy sikerülni fog. Most hogy állt a srácok az öltözéssel? Közben lehet nézni egy kicsiket ezeket a képeket, fölidézni őket. Azt hiszem, hogy sok olyan fotó van ezek között, amiket már láttunk korábban valahol, de mindannyian nagyon-nagyon emlékezetesek. Nagyon-nagyon emlékezetes ez a koposzra borotvált fej, amelyik a védjegye volt Cseh Lacinak a pályafutása során, és az a rengeteg érem, amiről beszéltem, az a 71 érem, és akkor még a magyarországi, magyar bajnokságokat és egyéb versenyeken szerzett érmekről nem is beszéltem. Nos, én hölgyeim és uraim, imáron utoljára láthatjuk úszni Cseh Lászlót. Egy nagy tapsot neki, mert kell a buzdítás, és jön Bernek Péter is. Laci, természetesen a 4-es pálya a tiéd, Peti pedig megkérem, hogy az 5-ösön versenyezzen. És akkor, hogyha fölálltak a fiúk, és természetesen a start procedúránál teljes csöndnek kell lenni, de aztán lehet buzdítani. Nos, hát hölgyeim és uraim, következik a start Plagányi Zsolt segítségével. Egyikük sem ugrott be túl talán, fantasztikusan sikerült a rajt, és csodálatosan úsznak Bernek Péter és Cseh László, és hát a túloldalra, hogy nem, úgy látom, a pillangúszásban verhetetlen Cseh Laci érkezik az utolsó verseny egymás ellen a két legendától. De ugye jön a második 25 méter, és a következő ellenfél a hármas pályán Gleben Sándor! És akkor megkérem a startereket, hogy rajtoltassák el a következő 25 métert. Jöhet a duda, nem kell semmi procedúra, csak egy duda vagy egy síp. Gyerünk! És akkor jöhet a második 25 méter. Két csodálatos hátúszó, a mozdulatok megvannak, a gyorsaság is megvan még, természetesen, és megvan a második 25 méter is. Vladár Sándor, aki ma már ugye a Magyar Úszó Szövetség elnöke, és Cseh László.
És akkor hölgyeim és uraim, érkezik a harmadik ellenfél, Kis Miklós, az az ember, aki ma már 82 éves, de aki megtanította Cseh Lászlót úszni, aki elindította a pályafutását, aki az első edzője volt, akinek köszönhetjük azt, hogy van egy Cseh Lacink, aki az első lökéseket megadta neki. Köszönjük, Miki bácsi! Hát akkor jöhet a harmadik 25 méter. És akkor jöhet az örök mumus, a mellúszás Cseh Laci életében, amivel oly sokat veszkődött, oly sokat próbálkozott, és amely mindig ott volt, amivel mindig ott maradt leküzdendő ellenfélnek, de hát azért ezek a fantasztikus vegyes úszó eredmények mutatják, hogy összességében nem volt ezzel akkora baj. És a túloldalán a medencének már várakozik nagy tisztelettel a teljes magyar úszó válogatott, akik itt vannak ezen az estén, és azért jöttek, hogy ők is megadják a tiszteletet Cseh Lászlónak és az ő fantasztikus pályafutásának, és azt gondolom, hogy mindegyikük nagyon-nagyon boldog lenne egy ilyen pályafutással. Köszönjük szépen Kis Miklósnak! És hölgyeim és uraim, ugye sokan itt vannak ebben a magyar csapatban, akik most versenyeznek a világkupán, de eljött csak emiatt az este miatt még valaki, ha minden igaz, itt van velünk Hosszú Katinka is. Na gyerünk, ugrás be az utolsó 25-re, és hát nem is kéz a kézben, de együtt ússzátok le Cseh Lacival élete utolsó 25 méterét. Na gyerünk, ugrás! És akkor, hölgyeim és uraim, Cseh László utolsó 25 méterre, abban a medencében, ahol élet a utolsó 71. jelentékjelte, 2017-ben egy világbajnok ezüstöt, egy fantasztikus, fantasztikus pályafutás. Köszönjük neked minden, köszönjük minden, fantasztikus! Tesszes nézők, egy csodálatos pályafutás utolsó 100 méterét láttuk. Itt ezen a 25 méteren a magyar úszósport múltja, jelene és jövője egyszerre. A medencében Cseh László, élete párja, a felesége, akivel ugye a családalapításról beszéltek a visszavonulás kapcsán. Azt gondolom, hogy aki csak egy kicsit is szereti a magyar sportot, a magyar úszást, a magyar úszósportot, annak vannak szép emlékei Cseh Lászlóval kapcsolatban. Anna, neked melyik volt az első? Igen, azért nehéz szavakat találni egy ilyen műsor, egy ilyen karrier után. Tényleg, amit Laci letett az asztalra, az minden sportolónak a legnagyobb álma, hogy csak egy fele ilyen teljesítményt tudjon elérni. És nekem is Lacihoz kapcsolódó az első igazán nagy úszóélményem, amit közvetítést néztem, a 2005-ös montreáli világbajnoki aranya. Talán ez az első olyan világverseny, amire emlékszek, hogy néztem, és bennem van az érzés, amikor Laci megnyerte. Sokaknak adott és ad még inspirációt szolgál példaképül Cseh László pályafutása. Nagyon hálásak lehetünk az elmúlt közel 20 esztendőért, és azért, amit tőle kaptunk. Vitathatatlanul a magyar sport legnagyobbjai közé tartozik. Ez nem lehet kérdés. A
tehát hányszor haladt aranyéremmel a nyakában, végig vonulva a hazai közönség előtt, csak a hazai Európa-bajnokságon, vagy éppen a világbajnokságon, itt a Duna Arénában 4 éve, ahol az utolsó érmét nyerte világversenyen, a 11. világbajnoki érmét, egy ezüstöt. De nem tudom, hogy erről lehetett készülni. Mit érzel most? Nem, erre nem lehetett felkészülni. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt ezen a mai napon, meg úgy az egész pályafutásom alatt támogatott, és ott volt, és akár csak egy készfogás, egy biztató szóval próbálta tartani bennem a lelket. Csodálatos érzés, örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm mindenkinek, aki ma vízbe szállt, mert azért ez nagy dolog, hogy miattam ennyien vízbe ugrottak. Hát az, hogy miattad ennyien vízbe ugrottak és ennyien felállva tapsoltak, arról csak egy valaki tehet, te magad ezzel a fantasztikus úszó pályafutással. Örökre megvan az nekünk, örökre példakép leszel, és igen, mi köszönünk neked mindent. Köszönjük, Cseh Laci, most pedig fogd meg a feleséged kezét, és sétáljatok el az életbe. Cseh László, hölgyeim és uraim!